Szervusztok, kedves hallgatók! Ez az önkényes mérvadó adása Puzsér Róberttel, Magyar Dáviddal és Horváth Oszkárral. Vona Gábor figyelt fel egy 38 oldalas salátatörvénytervezetre, amelyben elrejtettek egy olyan rendelkezést, ami Magyar Péter kedden nyilvánosságra hozott hangfelvétele fényében. Mellékesnek alig, ha nevezhető. Eszerint a kormány lehetővé tenné, hogy az igazságügyi miniszter gyakorlatilag kényekedve szerint belenézhessen az ügyészség belső ügyirataiba. Az igazságügyi tárgyú törvények módosításáról nevet viselő salátatervezet 65. paragrafusa tartalmazza a vonatkozó rendelkezést. Eszerint az ügyészségről szóló törvény a következőkkel egészítenék ki. A legfőbb ügyész az igazságügyért felelős miniszter megkeresésére, a jogalkotás előkészítése, továbbá a jogszabályok hatályosulásának vizsgálata céljából, személy azonosításra alkalmatlanná tett formában az igazságügyért felelős miniszter rendelkezésére bocsátja a megkeresésben meghatározott tárgykörben hozott, további jogorvoslattal nem támadható ügyészségi határozatokat, valamint mindazon ügyészségi és más hatósági vagy egyéb szerváltal hozott határozatot, amelyet a további jogorvoslattal nem támadható ügyészségi határozattal felülbíráltak vagy felülvizsgáltak. Továbbá más ügyészségi döntést tartalmazó ügyiratokat. A Magyar Péter által nyilvánosságra hozott hangfelvételen Varga Judit volt igazságügyi miniszter a többi között arra panaszkodott, hogy az ügyészségen belül Polt nem ura a helyzetnek, amivel gyakorlatilag arra célzott, hogy néhány ügyész túlságosan függetlenül végzi a munkáját. Én annyiban módosítanék, hogy nem túlságosan függetlenül végzi a munkáját ez a néhány ügyész, hanem végzi a munkáját. Eléggé függetlenül végzi a munkáját. Végzi. Tehát ők a munkájukat végzik, a Polt Péter meg nem a munkáját végzi, hanem a fiát tartja hatalomban. A Polt Péter az a gazdáinak szolgál, ellentétben az ügyésszel, amelyik a munkáját végzi. Bár értelmezhetjük úgy is, hogy az ügyész szolgál a gazdáinak, ebben az értelmezésben mi vagyunk a gazdái az ügyésznek, mert hát tulajdonképpen mi fizetjük, de mégiscsak Orbán Viktor folyósítja azt a pénzt. Tehát ez egy nagy dilemma lehet valakinek, aki ügyész, hogy most akkor kitől származik az a pénz, amit ő kap, mert akkor ahhoz kell hűnek lennie, hogyha ez a magyar adófizetők pénze, akkor értelemszerűen a magyar társadalomnak, a közjónak kell szolgálni, ha viszont az Orbán Viktor utalása, és a Polt Péter van egy olyan érzésem, hogy így értelmezi, akkor viszont Orbán Viktornak kell a maga hűbéri struktúrájában, értelmezési keretében, a pecsétgyűrű megcsókolásának a ellenértékében szolgálni. Ezen logika mentén, ha én kapok fizetést, akkor arra az SMS-re, ami az OTP-től jön, hogy jóváírtak a számlára, vissza kéne írnom, hogy köszönöm OTP a pénzt. Köszönöm, nem pontos. Az utolsó kéz, amit előttem érintett, azt megcsókolom. Igen, de várjál. Az OTP nem dönthet úgy, hogy nem te kapod, hanem valaki más. Orbán Viktor dönthet úgy, hogy nem az az ügyész kapja, hanem valaki más. Érted? Ez a döntő különbség. Ezért kell Orbán Viktornak megcsókolni a drága kezét, amivel gondoskodik rólunk magyarokról, és ezért nem kell az OTP-nek megköszönni. Na most visszatérve ehhez a konkrét salátatörvényhez, ami ugye 38 oldalon keresztül szól valami másról, és van egy paragrafus, aminek az a lényege, hogy egy idézőjeles hibát javítson, és az a hiba az, hogy eddig nem lehetett csak úgy belekukucskálni mindenfélébe, és ezért történhetett meg, hogy olyan dolgok ügyében nyomoztak, illetve ezek kiderültek, amikről a hatalom úgy érzi, hogy nem lett volna szabad. Na most az az érdekes számomra, hogy eddig hogy nem gondoltak erre. Tehát akkora volt a bizalom, ugye a Polt Péter vezette ügyészség irányába, annyira egy katonai szervezet, annyira egy ilyen leuralt, egységesített szervezet volt, hogy föl sem erült bennük a Sádl ügyig, hogy itt valaki esetleg majd valamit tényleg nyomoz, és hogy ez kikerülhet a sajtóhoz. És most ugye ezt befoltozzák, ez a kiskapu bezárva, mostantól az van, hogy rálátnak mindenre, és nem lehet itt belepiszkálni. Még egy probléma van, hogy ezeket a hivatalokat, vagy hatóságokat Mészáros Lőrinc vezette, vagy tulajdonolta, biztonsági cégek őrzik, akiknek nagyon szigorúan jegyzőkönyvezniük kell, hogy ki jön be, ki megy ki, tehát onnan is kideríthető, hogy valaki bement, kiemelt egy iratot, elvitte. Na most valószínűleg ezzel is fogunk egy kicsit. Bement az épületbe, és kijött az épületből, ez lesz aztán. Kiderül, igen, de az már úgy lehet. Tehát onnan már lehet azt mondani, hogy kijött egy ügy, és akkor már valakire legalább rá tudnak mutatni. De most az is megint érdekes, hogy Mészáros Lőrinc cégei őrzik ezeket a hivatalokat, és mégis félni kell attól, hogy emiatt a szigorú jegyzőkönyvezés miatt valami kiderülhet. Tehát most a rendszerben én azt látom, hogy egy nagyon nagyfokú bizalmatlanság van. Mert valahogy elkezdett recsegni, ropogni ez az egyébként 100%-ban a lojalitásra épülő hatalmi gépezet, ez most olyan, mintha olyan repedései lennének, hogy nem bíznak meg egymásban. Nem lehet bíznak. Tudni, hogy ki áll át. Ki lesz olyan Smith ügynök módjára Magyar Péterré. Igen. És most nem bíznak Polt Péterben, hogy ura a helyzetnek, nem bíznak a Mészáros Lőrinc tulajdonolta a biztonsági cégben sem, hogy az ott ez, hogy esetleg onnan nem kerülhet ki egy ilyen lista, amin ott van, hogy XY bement, meg kijött, hanem paranoia van. Nagyon elkényelmesedtek. Nagyon beleélték magukat abba, hogy itt már nem tud történni semmi, amit nem kontrollálnak. És megtörtént, és ez alig, ha nem törvényszerű volt, hogy megtörténik. A politikának akárhogy is az az ökölszabálya, hogy amíg konjunktúra van, és egyre jobban élnek az emberek, addig a kormányt újra választják, és amikor meg krízis van, egyre rosszabbul élnek az emberek, akkor meg a kormányt megbuktatják. Tehát ez az elégedetlenség azért benne van a levegőben, hogyha megnézed a háborús inflációnak a mértékét, ezt a életszínvonal zuhanást, ezt nagyon nehéz azért már Brüsszelre, meg Sorosra, meg Zelenszkijre, meg Washingtonra, meg háttérhatalmakra, gyík emberekre elcsatornázni. Tehát ezek a csatornák, amiken keresztül Rogán Antalnak el kell vezetni ezt az elégedetlenséget, ezek a csatornák, ezek recsegnek, ropognak. És egyre több helyen szakad át a gát, és önti el a NER-nek ezt vagy azt a territóriumát. Ilyen módon bukott meg a köztársasági elnök, meg az egykori igazságügyminiszter. Ez úgy gondolom, hogy törvényszerű volt. És hogyha a rendszer nem tudja megerősíteni a gazdasági pozícióit, akkor ez a helyzet csak egyre kritikusabb lesz. Az, hogy az emberek nem élnek nagyon jól, az még csak-csak beleférne. De hogy az emberek rohamosan veszítik el a pénzüket. Egyre nagyobb számban kell a tartalékaikhoz nyúlni, azokhoz a tartalékokhoz, amelyek a legcsekélyebbek egész Európában, és olyan tartalékokhoz, amikkel nem terveztek, hogy majd ahhoz nekik hozzá kell nyúlniuk, és közben értesülnek az újabb és újabb jachtok megrendeléséről. És közben értesülnek az újabb és újabb domboldalak, meg szektorok, meg vármegyék kisajátításáról. A Mészáros vagyon, meg a Tiborc vagyonnak a gyarapodásáról, és annak az obszcén mértékéről. És eközben ők azt látják, hogy egyre kevesebb jut nekik, mert a magyar társadalom nagyon korrupt, nagyon önző, és ez jó hír Orbán Viktornak, ami konjunktúra van. De rossz hír Orbán Viktornak onnantól kezdve, hogy válság van, mert a magyar társadalom addig tart a maffiával, vagy addig tart a keresztapával, vagy addig tart a bűnszervezettel. Vagy legalábbis addig elnéző. Ameddig azt érzi, hogy neki is visszaosztanak a pénzből, és ő is jobban él. De amikor azt látja, hogy Mészáros vagyonosodásának nem vet gátat a krízis, de az ő maga megtakarításait megfelemészti, akkor az emberek önzése az a hatalom ellen fordulhat. És most ez történik, csak ők ezzel már nem számoltak. Egyszerűen elhitték azt a konjunktúra hosszú évtizede alatt, hogy a halishús, hogy ők a propagandával minden pillanatot mindörökké uralni tudnak, hogy a magyar társadalom éberkómája az megrendíthetetlen, hogy a magyar társadalom soha nem fog a maga lábára állni, vagy a maga kezébe venni a politikát. És most ez a Magyar Péter ügy, meg a Magyar Péterhez tartozó óriási média hype, ez most láthatóan nagyon elbizonytalanítja őket, és most vissza kéne ragadniuk a pillanatot, de láthatóan a Magyar Péter újabb és újabb időtávra sajátítja ki a pillanatot. Tehát ott volt most legutóbb ez a villámcsődülete, ahol már bejelentette a következő tüntetést. És az embereknek, és ezt a Magyar Péter elég jól csinálja, folyamatosan van mire várni. És most a következő tüntetésig már nagyon nehéz Rogán Antalnak visszavenni a pillanatot. Ha a következő tüntetésen megint bejelent valamit mondjuk 2 hetes távlatban, abban a 2 hétben Rogán Antalnak vissza kéne venni a pillanatot, miközben a nagy sokaság a 2 hét múlva esedékes eseményre vár. Nagyon nehéz lesz így kicsavarni Magyar Péter kezéből a pillanatot. Márpedig Rogán Antalnak előbb vagy utóbb, így vagy úgy vissza kell szereznie, és az egyetlen tervük láthatóan, amit most futtatnak, az az, hogy Magyar Pétert pszichésen meg kell törni. És hogyha ez sikerül, ha jönnek a pánikrohamok, vagy hogyha bármilyen idegrendszeri károsodást lehet előidézni Magyar Péternél, olyan jó 2002-est, amilyet 2002-ben Orbán Viktornak sikerült, akkor a probléma nagyjából megoldódik. De a helyzet az, hogy a Magyar Péter tünet. Maga Magyar Péter is rámutatott erre, hogy ő egy tünet. Valójában nem Magyar Péter itt az ellenszérum. Magyar Péter egy tünet, amit kitermelt a rendszer, és ha ezt a Magyar Pétert eltapossák, újabb Magyar Péter kell, hogy a helyére álljon. Ez volna egy társadalmi, meg egy politikai, meg egy kulturális törvényszerűség, és valójában ez volna a megoldás. De egy Magyar Péter... utaltam a Smith ügynökkel egyébként, tehát hogy ezé a dolgokat a saját kezébe vevő szereplővé válik valaki, pusztán azért, mert szükség van rá. Egy Magyar Péter nem csinál nyarat, de minden... tavasz, vagy minden nyár úgy kezdődik, hogy jön egy Magyar Péter. Ennek megfelelően Magyar Péter rajoknak kell a Magyar Péter nyomában megérkezniük, és a Magyar Péter rajoknak a nyomában meg a magyar társadalom fiataljainak, meg a nem az államból élő, hanem a piacról élő aktív korosztályainak, és magasan kulturált, és magasan, vagy legalábbis a középosztályhoz tartozó, szellemi értelemben is, meg társadalmi, gazdasági értelemben is a középosztályhoz tartozó középrétegeknek kell felzárkózniuk ehhez, tulajdonképpen azoknak, akik polgári Magyarországot akarnak, és akkor lehet változás. Na, most én pár dologra hadd reagáljak. Az egyik az, hogy a válság az hogyan jelentkezik ebben az esetben. Szerintem nagyon nagy mértékben függ ez a jelenlegi helyzet attól, hogy nincs elég pénz, nem érkezik pénz. Tehát a NER arra lett felépítve az elmúlt 14 évben, hogy olyan pénzbőség van, ami történelmi távlatokban is példanélküli, és az összes éhes szájat be lehetett tömni, és a kisembernek is jutott annyi, hogy ne érezze azt, hogy hátrafelé megy, hanem ha nem is úgy fejlődött, mint ahogy a régiós átlag, vagy ahogy mondjuk az Ausztriához való felzárkózásunk nem történt meg, de egy kicsit mindig legalábbis szinten tartotta magát, vagy egy picit tudott előrelépni. Ebben van egy gyilkos vékony sáv, amikor nominálisan növekszik a bevételed évről évre, de az nem haladja meg az inflációt. Igen. Ezért elégedett leszel, hiszen megyünk előre, anyukám, miközben megyünk hátra. Igen, mert még nem állt át az agyad. Ez az igazán olyan elviselhető sáv, amiben az embert elégedetté lehet tenni, holott egyre rosszabb a helyzete, és mégsem kerül egyre többbe. Igen, de most ezen túl vagyunk, most ennél rosszabbul vagyunk, tehát most mindenki bőrén érzi, tapasztalja, hogy hátrafelé megyünk. Nagyon durván beszakadtak egyébként a mindenféle költés, tehát mindenki teljes spórolásban van most, ez látszik folyamatosan, a költségvetést is állandóan túltervezik áfa bevételben, mert egyszerűen nem hiszik el, az emberek már semmit sem mernek venni. Na, de hogy tehát a két oldala van, szerintem az egyik ez, hogy a kisemberrel volt egy alkú, hogy lopunk, csalunk, hazudunk, de cserébe neked lesz egy kis csok, egy kis SZIA, egy kis akármi, és el vagy, oké. Illetve van a NER elit, amelyik meg arra volt ráállítva, hogy jönnek az EU-s pénzek, és azokat 90%-ban elköltjük hülyeségekre, lomkoronasétányokra, félméteres kilátókra, meg minden szarra, amit el tudsz képzelni, aminek az a lényege, hogy pörgetjük a saját túlárazott haveri gazdaságunkat, és egyre hízunk nagyobbra és nagyobbra, és most mind a két oldalon az van, hogy stop. Most a kisembernek se tudunk mit felkínálni, mert tud a hatalom, illetve a NER elitnek is, és szerintem ez a repedés, az a NER eliten belülről jött, tehát itt van az, hogy elkezdték egymást kikönyökölni, hogy most már szeretnék én is hozzáférni a bödönhöz, ami ugye most már nincs is úgy tele, hogy így kibugyok belőle, hanem most már kapirgálni kell az aljáról, és szerintem ez még lesz rosszabb is. A másik, amit mondtál, ez a Brüsszel soros akármi, hogy a rogáni gépezet alapvetően ebben a 14 év, vagy mondjuk ebből egy ilyen 10 volt minimum, egy ilyen nagyon erős, nagyon jó konjunktúra volt, és arra lett felépítve, hogy tulajdonképpen nincs igazi probléma, hanem legyártjuk neked, kvázi mint egy ilyen tévésorozatban, hogy jön, most jön a Winter is coming, és jön a nagy izi ellenség, de aztán majd legyőzzük, és mindig legyőztük Sorost. De tényleg akárhányszor újra meg újra a nemzetre támadt, valahogy mindig legyőztük. És ugyanezt tettük Brüsszellel, mindenkit csicskáztattunk, térdepeltettünk, de most igazi válság van, igazi probléma van, és akkor azt mondja az ember, hogy jó, akkor győzd már le megint. Tehát, hogy én értem, hogy most tényleg válság van, de akkor mi a francnak tartalak téged sok ezer milliárdból, mi a szarért ülsz a fejemen, és zabálod fel az erőforrásaimat, ha most, amikor válság van, láthatólag nem tudsz megküzdeni velük. Amíg béke volt, eljátszottad, hogy te vagy az utcai harcos, a nagy street fighter, most kiderült, hogy semmit nem tudsz csinálni, megrohad a gazdaság, itt ülünk a béka izéje alatt, és akkor ez azért szül egy ilyen diszkomfort érzést nyilván Rogánékban, hogy most akkor valahogy erre új, mert hogy nyilvánvalóan valódi megoldást nem fognak hozni, hanem egy kommunikációs megoldást fognak hozni, csak még nem találták ki, hogy most ezt hogy a francba reagáljuk le. Azokból kapjuk a degustációs menüt egy ideje. Tehát igen, egyébként igen. Élőben csak ebben is nehéz, kísérleti gyógyszert. Ebben is nehéz dolgok van, mert ugye most rámentek arra, hogy akkor családon belüli erőszak. Igen ám, de hát ők voltak azok, akik ezen röhögtek, ők voltak, akik ezt az egészet hisztinek minősítették. Na ez a MeToo szerep, ez a MeToo gúnya, ez lötyög rajtuk, és ez nagyon nehéz lesz rájuk szabni, mert itt van egy ideológiai ellentmondás. Hát vagy nem is lötyög rajtuk, inkább szűk rajtuk, és a megfelelő helyen szét is repett, és ki is kandikál a nagy izé. Én nem tudom, hogy mikor készült ez a 38 oldalnyi törvényjavaslat, ez az igazságügyi tárgyú törvények módosításáról szóló javaslat, de kísértetiesen arra emlékeztet, hogy ami éppen Magyar Péter első hangfelvétele kapcsán felmerült, azzal szemben védekezni lehessen, hiszen éppen a különböző neveknek a részleges kitakarásáról szól, de felhívom a figyelmet, hogy nem az eredeti anyagokban, ami akár 10 évvel később is érdekes lehet, és lehet, hogy akkor meg jó lenne észrevenni benne egy nevet, hogy hogy ez már azóta tart, hanem ami arról másolatként kikerül, akár a nyilvánosságba, akár egy másik intézménybe. Továbbá akár lehetnék ilyen csak naív állásponton, és azt mondanám, hogy de hát ez azért készült ez a törvényjavaslat, hogy ellenőrizzék a korábbi jogalkotás érvényesülését az igazságszolgáltatásban, azaz, mint ahogy elhangzik a mi oldalunkról is sokszor kritikaként, hogy nem elég meghozni egy törvényt, azt be is kell tartani, sőt, sok esetben megvannak a megfelelő törvények, pont az a probléma, hogy nem tartják be, és itt éppen ebben a köntösben jelenik meg ez az intézkedés, hogy a korábbi módosításokat, azokat be is tartsák. Aztán a következő dolog, aminek örülhetnék, hogy olyan személyeknek a nevével kapcsolatban írja azt, hogy ezek megoszthatók, bár anonim módon, ahol az ügy az további jogorvoslattal nem támadható. Tehát egy gyakorlatilag valamilyen legfelsőbb szinten, vagy pedig fellebezés nem kapott ügy, vagy annak előzmény szintjein lévő ügy az, amivel kapcsolatban az igazságügyi miniszter számára ők adatot szolgáltathatnak. Tehát ne értelmezzük úgy, hogy akkor bármit. Egyébként nem volna ellenemre, hogy benéz, hiszen elvileg ő a főnökük. Viszont az egész össze lesz mosva. Tehát nekem az a félelmem, hogy itt az fog történni, hogy majd erre lehet mutogatni, hogy de hát nincs is ezzel semmi baj, hát látod, itt van leírva, hogy ki lehet húzni, itt van leírva, hogy be szabad tekinteni, csak A. mióta, B. milyen ügyekben, és összekeverjük-e azt, hogy eltüntetünk konkrét neveket az egész ügyből, vagy pedig a másolatként kiküldött anyagokban, amíg bizonyítást nem nyert valami, addig a személyüket azonosíthatatlanná tesszük. Nekem lazán, de ide kapcsolatban kapcsolódik egyébként, tehát így itt van egy olyan problémám nekem, hogy magában a jogalkotásban és a jogérvényesítésben, ahogy ez Magyarországon működik, én nem hiszek, tehát a jóhiszeműséget nem látom benne, és ide kapcsolódó az szintén új törvényjavaslat, ami szerint ilyen, minek nevezik őket, várjál? Valamilyen... Három betűs ez a... Az a kiemelt, nem tudom, mindegy, valamilyen nagyon fontos cégek, amik most több alapvető jelentőségű vállalkozások, amiknél ugye beavatkozhat a kormány, és azt mondhatja, hogy akár kényszer értékesíthetik is, és itt arról van szó. Amennyiben a cég olyan helyzetbe kerül, amely azzal fenyeget, hogy nem tud eleget tenni kötelezettségeinek, akkor a fokozatosság elvének figyelembevételével a hatóság kötelezheti a tulajdonosokat az alapvető jelentőségű vállalkozás részben vagy egészben történő értékesítésére. Csak miért van az, hogy egy olyan abba számszor rögtön az egyik fülem, hogy spár. Igen, ezt akarom mondani, hogy amikor egy ilyen törvényjavaslat megjelenik, én nem azt látom, hogy engem, mint állampolgárt most meg akarnak védeni a gonosz multik ármánykodásától, hanem azt látom, hogy valaki szemet vetett egy ágazatra, vagy egy nagy szereplőre, egy piaci szereplőre, és mivel szép szóval nem megy, és piaci ajánlattal nem megy, ezért ki fogja belőle ököllel pofozni. Tehát, hatósági erővel. Hogy majd akkor az lesz, hogy ja, nem adod el nekünk a spárt, akkor csináltunk egy törvényt, hogy de eladod. Méghozzá nem olyan áron, mint amit eredetileg kínáltunk, ja, hanem majd... Igen, hát akkor tönkre fog menni. Hol fognak vásárolni a magyar emberek, amikor jövök a templomból? Hát gyorsan meg kell vegyünk téged, szőröstül, bőröstül, ahogy a Lázár Jani barátom javasolt. Tehát neki volt igaza, amikor pofátlanul erre az egész szégyenteljes cirkuszra, amiben az Orbán családot meggyanúsítja a spár vezetősége, hogy fel akarták vásárolni olyan mafia módszerekkel és védelmi pénzszedő jelleggel a céget. A kisebbségi részt, akkor a Lázár Jancsi mondta, hogy az egészet túl kevés Orbán. Túl kevés Orbán. Na most ezeknél a törvényeknél, vagy törvénytervezeteknél nekem így bekapcsol egy ilyen csengő, hogy itt erről van szó, és ez nagyon veszélyes. Tehát így is azt érzem, hogy olyan ágazatokba, olyan stratégiai pozíciókba rakták már be magukat, ami életveszélyes, hogy egy kézben van, és ráadásul ezeket ugyanazok a pénzügyi, vagy ugyanazok a bankok hitelezik, tehát ráadásul a maguknak kiszervezett pénzek még a gazdaságot is veszélyeztetik, hogy egy válságban, mert lehet, hogy nem tudja visszafizetni. És akkor persze, hogy fölmerül bennem az is, hogy nyilván egy ilyen törvényben szó sem lehet arról, hogy valamelyik mészáros érdekeltséget fogják majd esetleg így azt mondani, hogy hát az azért mégiscsak elképesztő, ahogy ez működik, ahogy ez az MBH, ahogy kicsavarja az emberek zsebéből a pénzt, na most akkor ezt kényszerértékesítjük, értelemszerűen nem rá vonatkozik, hanem pont az ő pozícióinak a védelmére hozzák létre, és ez a borzasztó benne. Mi játszunk már el a gondolattal, hogy itt az ellenzék megnyerne egy választást valamiféle csoda folytán. Az első adódó alkalommal azok a közműszolgáltatók, amelyek NER kézben vannak, azok a stratégiai jelentőségű cégek, amelyek NER kézben vannak, vagy a NER vállalkozók kezében vannak, nem fogják a választás előtt egy hónappal felemelni a közüzemi számlákat, olyan, meg a díjaikat olyan mértékűre, hogy belebukjon a kormány? Vajon? A választás után? Nem, a választás előtt, egy hónappal. Tudod, hogy kicsit nehezítsük meg a magyar emberek életét, hát ha változást óhajtanak. És akkor meg is mondaná Orbán Viktor, hogy akinek ezek a díjak nem tetszenek, az szavazza vissza a nemzeti kormányt, és akkor majd leülünk, tárgyalóasztalhoz ülünk az oligarcháinkkal, és megállapodunk velük egy olyan díjszabásban, ami a magyar embereknek megfelel. És akkor a magyar emberek azt mondják, hogy hát ha ez a gazdasági érdekem, ez egy régi recept, akkor leszavazok mégiscsak a nemzeti kormányra, és 2 héten belül meg lesz az egyesség. Figyeld meg! Na most ilyen körülmények között hogyan tudjon kormányozni Magyarországon akár egy olyan párt, amelyik többséget kap a magyaroktól, megkapja a bizalmat. Hiába, mert a komplett gazdasági szektor ellene dolgozik, és ilyen értelemben leválthatatlanná vált az Orbán rendszer, mert még hogyha az Orbán kormányt le is váltod, a gazdasági erő újra visszagravitálja majd a hatalomba. Erre egyetlen szóval lehet válaszolni: maffia. J.K. Rowling így fakad ki az X-en. A skót gyűlölet bűncselekményekről szóló törvény elfogadásakor a skót törvényhozók úgy tűnik nagyobb hangsúlyt fektettek a nőiségről alkotott elképzelésüket, akármilyen nőgyűlölő vagy opportunista módon megvalósító férfiak érzéseire, mint az igazi nők és lányok jogaira és szabadságára. Rowling most azon akad ki, hogy a frissen elfogadott gyűlölet bűncselekmények elleni skót törvény ugyan bűncselekményként kezeli, ha valaki kor, fogyatékosság, vallás, szexuális irányultság, transznemű identitás vagy interszexualitás miatt kelt gyűlöletet, de nem tesz említést a gyűlölet bűncselekményeknek gyakran áldozatul eső nőkről. Szerint a törvény azokat az aktivistákat védi, akik el akarják hallgattatni azokat, akik a nők és lányok számára fenntartott egynemű terek megszüntetésének veszélyeiről, a bűnügyi adatok értelmetlenségéről, ha a férfiak által elkövetett erőszakos és szexuális támadásokat női bűncselekményként rögzítik, a férfiaknak a női sportokban való versenyeztetésének groteszk igazságtalanságáról, a női munkahelyek, kitüntetések és lehetőségek transzidentifikált férfiak által történő elfoglalásának igazságtalanságáról, valamint a biológiai nem valóságáról és megváltoztathatatlanságáról beszélnek. A szólás és hitszabadságnak Skóciában vége, ha a biológiai nem pontos leírását bűncselekménynek tekintik, írta. Alig várom, hogy visszatérjek Skóciába és letartóztassanak. Abban tökéletesen igaza van, hogy a szólás és hitszabadságnak vége van, hogyha a biológiai nem pontos leírását bűncselekménynek tekintik. Ebben nincs is vita a J.K. Rowlinggal, de én azt nem értem, hogy hogyan gondolja, hogy gyűlöletbűncselekménynek esnek gyakran áldozatul a nők. Tehát ez azt jelenti, hogy ahogyan valakit mondjuk agyonvernek azért, mert cigány, vagy agyonvernek azért, mert feketebőrű, afrikai származású, ami gyűlöletbűncselekmény, és ilyen módon sokkal súlyosabb jogi kategóriába esik, mint hogyha az illetőt egyszerűen csak megvernék, vagy egyszerűen csak kifosztanák, és annak a keretében megvernék, mert itt őt a származásáért, a bőrszínéért, vagy a vallásáért, mert mondjuk muzulmán, vagy mert mondjuk, mit tudom én, indiai és hindu, vagy szik, akkor azért agyonverik az utcán, ez egy más kategória, ez gyűlöletbűncselekmény, sokkal súlyosabban bünteti a jog. De ez olyan, milyen módon vonatkozik mondjuk a fogyatékosokra? Ki az, akit fogyatékosság miatt megvernek? Ki az, akit, meg azt írja, hogy gyűlöletbűncselekménynek gyakran áldozatul eső nőkről. A nemi erőszak az nem gyűlöletbűncselekmény. Én értem, hogy egy bestiális bűncselekmény, de nem egy gyűlöletbűncselekmény. Én nem hiszem, hogy az létezik, az a bűncselekmény, vagy az a elkövetésmód, vagy az a bűncselekmény forma, hogy egy nőt azért vernek agyon, mert nő. Amikor és gyűlölik a nőket, és azért agyonverik. De incelek, azok van ilyen. Tehát mondjuk, aki annyira gyűlöli már a nőket. De lehet, hogy köpköd rájuk, a kommentmezőben, de hogy megveri őket az utcán, vagy a sikátorban. Előfordulhat, Robi, az, hogy azért követel erőszakot, legyen az fizikai vagy nemi, hogy a női nemen, akitől a sérelmeket ő elszenvedte, mint visszautasított férfi, úgy bosszút álljon, hogy mindegy neki, hogy melyik nő az, és így válik ez egy széles körű. Nincs meg saját sztoria van, hogy ő a feleségével rossz kapcsolatban van, és végén megveri vagy megöli. Tehát ott ugye ez két ember kapcsolata, nyilván az egyik nő éppen a másik férfi, hanem hogy mindegy neki, hanem hogy ő elindul aznap este, és bárki lehet az, akire rákacsint, és az nem visszakacsint, hanem elküldi a fenébe, hogy ne közeledjél, azt a következő sötét sarkon megvárja. Egy csomó ember él olyan szintű gyűlölettel a másik nemmel szemben, ami tettlegességig fajulhat, de nem biztos, hogy itt feltétlenül a tettlegességet kell vizsgálni, mert itt a J.K. Rowlingot a kijelentésre miatt mérlegeli a skót rendőrség, majd végül nem tartóztatja le. Így a férfiak részéről általánosan nőkkel szembeli gyűlöletteli beszéddel érdemes igen, de ez gyűlöletbűncselekmény. Hogy mondjuk azt mondod, hogy mit tudom én, de honestáló megjegyzést teszel a nemére vonatkozóan. Nem, de ilyen lehet, hogy megölöd, tehát igen, lehet, hogy azért ölöd meg, mert veled sose feküdtek le a nők, okay, és ezért minden nő izé, és ezért te megölöd. De, én tudom, de szerintem ez nem egy... Ez hogyan különbözteted meg, hogyan különbözteted meg a mezei nemi erőszakot a gyűlölet bűncselekményként elkövetett nemi erőszaktól? Hogy különbözteted meg? A tanúvallomások alapján el kell mondani, hogy mi történt. Ezt most figyelj. Nyilván szexuálisan frusztrált az, aki nemi erőszakot követ el, bármilyen esetben. Hogyan különbözteted meg azt, amikor egy történetesen barnább bőrű embert agyonvernek valahol, attól, hogy ez csak a színe miatt, vagy egyébként ők összeszólalkoztak, mert rosszul adott vissza valahol. Igen, és a csaj nem kacsintott vissza. Erre ő a sikátorban megerőszakolta. Mi alapján nevezed ezt gyűlöletbűncselekménynek? Ezt nem értem. Szerintem nem menjünk bele ebbe a posványba, mert ez már egy története a két embernek. Na de, arányos ez a fajta indulat, nem? Ez az indulat nem azért keletkezett, mert ez a nő nem kacsintott vissza, hanem ennek az indulatnak a 90%-át az elkövető már magában hordozta. Ezt onnan tudjuk, hogy amikor elkapják az elkövetőt, és a tanúvallomást felveszik az áldozattól is, meg az elkövetőtől, és azt fogja mondani, hogy igen, és azt kiabálta közben, hogy izé, és azt mondják, hogy én meg igen, mert azért csináltam, mert izé, és akkor majd ebből meg lehet állapítani, hogy itt pusztán arról volt szó, hogy érted, de szerintem ebben nem menjünk bele. Egyébként az gyűlölet van ebben a szókapcsolatban. Tehát, hogy gyűlöletbűncselekmény, és akkor gyűlöletbeszédnek gondolom annak kategorizálják a J.K. Rowlingnak a nők melletti kiállását, és az egyébként a nők nemhogy előjogaira, hanem egyenlő jogaira veszélyt jelentő, mondjuk sportban induló, vagy mondjuk a női WC-ben rájuk támadó, fizikailag jóval erősebb adottságú embernek a cselekményeit, ez nem gyűlölet, ez tényszerű. Ő leír egy helyzetet, amelyben nem mondja azt, hogy fel kéne őket akasztani, hanem azt mondja, hogy a másikat meg kéne védeni, vagy nem kéne kiebrudalni, vagy kiakolbolítani a saját ötvédelmező jogkörből. Ebben nincsen gyűlölet, tehát egy csomó ember gyűlölettel teli, egy csomó ember dühvel, undorral, félelemmel teli, és azt sem veszi észre, hogy bizonyos mondatai, cselekményei ebből következnek. De ebben az esetben én azt gondolom, hogy ez egy másokra nézve gondoskodó álláspont, és ők valakik mellett kiáll, nem kötelező neki a transzok mellett kiállnia, teljesen érvényes álláspont ez a törf, ez a transzokat kizáró radikális feminizmus. Hadd gondolja ő úgy, és ez legyen az ő ügye, és majd lesz egy másik ember, aki írt egy varázslós regénysorozatot, aki meg a transzoknak a jogaiért lesz oda, és majd az is hadd mondjon, amit akar. Na, tehát arról van szó, hogyha én mondjuk leírom valamilyen kommentmezőbe, hogy te hülye picsa, az egy gyűlöletbűncselekmény. Hiszen uszítok, meg sértegetek, meg alázok, és ráadásul nemi alapon. Az gyűlöletbűncselekmény? De nem tudom, hogy ez nemi alapon történt. Vagy annak kéne? Hát hiszen hülye picsázom. Nem, mert fel lehet ismerni, hogy ő milyen nemű, de nem azért mondod ezt neki, mert olyan nemű. De ha azt mondom, hogy te hülye cigány, akkor az ugye egyértelmű utalás a származására. Akkor a hülye picsa az nem egyértelmű utalás a nemére. Egyébként utalás szerintem arra, hogy azzal a csoporttal szemben te már ápolsz egy gyűlölet. Na, de hogyha azt mondom, hogy te hülye fasz, igen, akkor az is gyűlöletbűncselekmény, és pedig nemi alapon, hiszen utalok a nemedre. Azért jó, mert ebből a hallgatók viszont csak azt fogják hallani, hogy te hülye. És igazából nem fogják tudni értelmezni, hogy itt miről beszélünk. De itt szerintem amúgy eleve az van, hogy nem az a lényeg, hogy te azt mondod valaki, hogy te hülye, hanem az, hogy te azért vagy hülye, mert vagy érted, hogy itt tulajdonképpen lehetsz hülye valaki, és az nem azért van, mert az a minden olyan ember az hülye, hanem mert te ezeken vagy hülye vagy. Na jó, de akkor azt mondom, hogy ha azt mondom, hogy büdös cigány, az még nem rasszizmus, de ha azt mondom, hogy azért vagy büdös, mert cigány vagy, igen, az rasszizmus. Szerintem igen, de azért mondom, hogy igazából... Azért átette magát. Kevesen értenének egyet. Az indulatszavak közé átette magát az a típusú gyűlölet, ami a rasszista típusú gyűlölet. Tehát, hogy már fel sem emeled a szemöldököd azon, hogy valaki társít egy tulajdonságot egy népcsoporttal, igen, hiszen ráadásul... nem azért mondta, hanem mert ráléptél véletlenül a kabátjára. Ráadásul itt elmegyünk abba az irányba, hogy mit mondasz, és nem azt, hogy milyen szándékkal mondod. De a szándékot nem tudod... Tehát világos, nézd, de közben meg akkor se lehet, mert az lesz, hogy akkor ki fogja kerülni. Tudod, majd akkor nem azt mondja, hogy zsidó, hanem azt mondja, hogy pajeszos, vagy... Igen, de törvényt nem tudsz... De nem tudsz, mindegy, Dávid, nem tudsz törvényt írni a szándékra, csak a cselekményre. Ennek megfelelően világos, hogy a legjobb az lenne, hogyha mi lennénk, olyanok lennénk, mint az Atya Úristen, aki a szívekbe lát, és az alapján tudnánk ítélni, ahogyan az Atya Úristen ítél, vagy a Szent Péter ítél, de nem tudunk úgy ítélni, mi nekünk emberi eszközeink, lehetőségeink vannak, a cselekmény alapján tudunk ítélni. Igen, ez szerintem téves két ponton. Egyrészt a cselekmény, nem pusztán a cselekmény alapján ítéli meg a jog sem, mint ahogy ha véletlenül rálépsz egy csigára, te nem bűnhődtél, lehet rossz érzésed, de nem direkt tetted, nem volt olyan szándékod, és ezt te magad tudod. Kívülről is felmérhető, ha van olyan súlyosbító körülmény, hogy aljas szándékból, meg előre megfontolt módon, az mindegyik a szándékra vonatkozik, és mégis a jog ér azzal az eszközzel, hogy a nyomozati anyagból következtesse, hogy a szándék magasabb. De nem a szándékot szankcionálja, hanem a cselekményt, és a szándékot azt belekalkulálja az ítéletbe. De a cselekményt lehet törvényileg szankcionálni. De a te példádban, hogy mondjuk valaki, tényleg maradjunk ennél, hogy agyonver egy nőt, akkor nyilvánvalóan a cselekményt szankcionálja, és majd a büntetési tételnél mérlegeli a szándékot, meg azt a viszonyt, amit ápol, vagy azzal a konkrét személlyel, vagy egy szélesebb társadalmi csoporttal, és akkor tehát abban a példában is a cselekményről van szó, és nem azt büntetik, hogy ő a Hufnagel Pisti, aki a nőgyűlölő blogját írja, hanem azt, amit végül tett, de mégis fel tudja mérni, és utána kijelenthető, bár szerintem nem ezt nevezik gyűlöletbűncselekménynek, hanem akár a beszédet is, tehát sokkal közelebb, sokkal kevésbé látványosan ártalmas dologról van szó, annyira, hogy tényleg a skótok már nagyjából egy bohózat színvonalán próbálják ezt szankcionálni, de hogy abban az esetben is akkor azonosítható, hogy igen, ezt egy széleskörű gyűlölet miatt történő felindulásból, vagy tervből tette valaki, vagy pedig a konkrét személy, vagy pedig egy konkrét esemény sorozat kapcsán. Na most a világ változik, és ennek megfelelően a jogszabályok elavulnak, vagy okafogyottá válnak, vagy módosításra, finomításra szorulnak, és ez rendben van, és megjelentek olyan dolgok a közbeszédben, meg egyáltalán a civilizációnkban, mint amilyenek például a transzneműek, ami régen nem volt, és erre tök jó, hogy erre hoznak új törvényeket, mert nyilvánvalóan kialakulnak új törésvonalak, vagy surlódási pontok, vagy akármik a társadalomban. Hogy ezt hogyan teszik hogy ezek az új jogszabályok hogyan illeszkednek az általános normákhoz, és hogy ezekkel mit tud kezdeni egyrészt az igazságszolgáltatás, másrészt a társadalom, az ember, azt meg nyilván ki kell próbálni, mert nem lehet előre lemodellezni feltétlenül mindennek a működését, és meglátjuk, hogy beválik-e, működik-e, és ha nem, módosítsanak. Most ennek a konkrét törvénynek a kapcsán látszik, hogy Skóciában a bejelentések, az ilyen gyűlöletbűncselekményről szóló bejelentések meg ötszöröződtek. Tehát most olyan mennyiségben jelentenek be ilyeneket naponta az emberek, hogy úgy néz ki, hogy ezt a skót rendőrség nem fogja tudni kezelni. Mert első két munkanapján legalábbis hétfő óta él ez a szabályozás, és rögtön az első nap valami 3800 úgynevezett gyűlöletbűncselekményt. Túlterheléses támadás. Korábban az összes bűncselekmény, amit egy nap kezelt ez a rendőrség, az 790 volt. Ennek nyomán nyilván felderítetlenül vagy késő reakció mellett marad különböző betörés, erőszak, gyilkosság és zsarolás. Itt két dolog lehet. Közben a bűnözők, azok benn vannak a melóban. Bűnözők továbbra is bűnöznek. Két dolog lehet. Az egyik az, hogy egy hülye jogszabályt hoztak, amire mindenki színre szóra fel tudja jelenteni a másikat értelmetlenül, és valóban van egy ilyen áradat, ami azt mutatja, hogy rossz a jogszabály, mert mindenki belefér, de azt is jelentheti, hogy valóban volt egy bűncselekmény, amire eddig nem volt feljelentési alap, vagy ilyen jogszabályi háttér, ami most végre megjelent a radaron, mint egy ilyen szankcionálható tevékenység, ezt nem tudjuk. Az viszont rohadt érdekes, hogy a J.K. Rowling, aki ugye alapvetően egy világszinten elismert és ismert sztár szerző, Ha ez ügyben megnyilvánul, akkor azt nem úgy veszik, mint mit tudom én, Johnt akármelyik pubban, aki beszól valakinek, mondjuk a pultos nőnek, hogy akkor na ez most gyűlöletbűncselekmény, hanem hogy J.K. Rowling mondja, na most mit csináljunk? Most akkor húzzuk rá ezt a törvényt, és akkor, szembesüljünk azzal, hogy a világ megvetésének tárgyává válik a skót rendőrség, mert ráhúzta ezt a jogszabályt, vagy csináljunk úgy, mintha igazából nem azt mondta volna, és akkor most mégse, és akkor tudod, itt jön az, hogy most őt azért nem fogják ezügyben csesztetni, mert a törvény szar, vagy azért, mert ő híres ember. Na itt van vége a jogállamnak. Hát ez szörnyű. Tehát ez a kérdés, hogy most J.K. Rowling elkövette ezt, vagy nem követte? Elkövette, de ez egy hülyeség volt, nem követte el, de és mi alapján nem járunk el? De ezzel a törvénnyel már mindkét kimeneti esetben vége van a jogállamnak, legalábbis átmenetileg. Ha letartóztatják ezért, akkor emiatt, mert ez egy túlkapás, még akkor is a jelentős influencer, és bármit mond, az 1,5 milliószor annyit ér, mint ha valaki más mondja otthon a konyhában. Ha meg nem tartóztatják le, akkor viszont kivételeznek, érted? Akkor a rendőrség fél a nyilvánosságnak a másik felétől, akkor ezek szerint akkor bárkit szabadon lehet engedni a börtönből, aki üllővel szétverte valakinek a fejét valami vita hevében, mert mit fog szólni a Harry Potter olvasó, vagy a Szex és New York néző, hogy, ha ezt meghallja. Egyébként én ezt az alakítását a J.K. Rowlingnak már most jobban szeretem, mint a Harry Pottert. Az, hogy beleáll bizonyos ügyekbe, és a nők mellett szerintem abszolút nem gyűlöletnek értelmezendő, ráadásul hány embert érint. Tehát, hogy nekem ez nagyon-nagyon sérelmes volt, amikor az úszó transzférfi beiratkozott a női úszóversenyekre, és hülyére vette a félvilágot. Ez olyan szinten, nem tudom, vérlázító kihasználása a föld lakosságának a felét érintő állapottal szemben, azaz, hogy női neme van, és abban a sportban indulhat, ami nyilván reakciót kíván. Nagyon. És egyúttal a Cristiano Ronaldónak az Instagram accountjához képest ez az érem másik oldala. Tehát, hogy valakinek van egy óriási elismertsége, és az elmúlt 20 évben felépített valamit, amiből rémségesen meg is gazdagodott, és egyébként nagyon nagy részét el is jótékonykodta, és azt a renomét, amiből szintén gazdag, az hajlandó szétszórni, és azt mondja, hogy én egy ügyre rászórom a renomémat, és helyette támadjatok, és menjek, és törpüljek össze, majd emlékeztek a könyvemre, vagy nem, mert ezen túl vagyunk, de teszek valami érdemlegeset, míg ugye a világ első vagy második legnépszerűbb futballistája a selfieken, meg saját magán kívül semmit soha nem állít, maximum azt, hogy vedd meg ezt a cipőt. Hát jó, de egy focistától ne várjunk el egyébként komoly. Miért? Mert focista. Ne, de ez gyűlöletbűncselekmény, amit tolsz, mert megkülönbözteted a focistákat, hogy gyűlöletet keltesz a focisták ellen, és megbélyegzed őket pusztán azért, mert focisták. Jó? Ugyanolyan emberek, mint te. Barátkozz a gondolattal, már nem a 20. században élsz, csak úgy megbélyegezhetsz csoportokat. De én akkor is azt gondolom, hogy egy focista az focizzon, és az tök jó, és köszönjük szépen. A nő az meg menstruáljon, ugye? Igen, meg főzze meg az ebédet nyilván. Az író megírjon? Na, én nekem nagyon imponál. J.K. Rowling ebben az esetben írt, tehát rendben van a dolog. Nekem imponáló. A munkáját végez. Tényleg imponáló, amit a J.K. Rowling csinál, mert kockázatot vállal, amit pedig nem kéne neki. Ő most királykodhatna. Ahogyan minden celeb, aki följutott a csúcsra, ő egy sztárszerző, tényleg egy ikon, egy fogalom, tulajdonképpen egy óriás név és egy óriás brand, de ő több akar lenni ennél. És ehhez kell neki ez az ügy, ő most már úton van afelé, hogy legendává váljon. És ahhoz, hogy legendává válj, ahhoz áldozni kell. És ezt az áldozatot ő befizeti. Föl kell áldoznod bizony magadból egy részt ahhoz, hogy a megmaradó részt, amit nem áldoztál fel, egy a magasabb nívóra emelve realizálhassd. A J.K. Rowling föláldozott egy csomó olvasót, követőt. Nagyon sok embert, mert azért, mert beleállt egy olyan ügybe, ami megosztó ügy. Nem biztos, hogy mínuszos ügy, de nem is biztos, hogy pluszos ügy. Amikor beleállt, Nem érdekelte, nem kalkulálgatott, nem végeztetett el egy intézettel egy mérést, hogyha én ebbe beleállok, akkor hány olvasómat vesztem el, és mennyit újat szerzek hozzá, hanem azt mondta, hogy én ebben hiszek, készen állok arra, hogy az olvasóimnak az 1/3, vagy a felét, vagy a 2/3 elveszítsem. Készen állok arra, hogy olyanok, akik amúgy addig kedveltek engem, utáljanak. De azok, akik meg továbbra is kedvelnek, ott annak a kedvelésnek, annak legyen egy mélyebb tartalma. Ne pusztán Hermione, meg Harry, meg Hagrid, hanem legyen egy mélyebb tartalma. Legyen egy fontos társadalmi ügy. Tartozzon ahhoz egy kiállás, tartozzon ahhoz egy küldetés. És ilyen módon ő most már több, mint egy író, vagy mint pusztán egy szerző, hanem belépett abba a ligába, ahol például a Michel Houellebecq, aki amúgy egy szerző, de amúgy ezen túlmenően képvisel valamit, képvisel egy fontos társadalmi ügyet, és készen áll arra, hogy elveszítsen egy csomó olvasót, meg a társadalomnak a fele megutálja őt, de azok, akik viszont megkedvelik, azoknak a kedvelése ne pusztán a Houellebecq kedvelését jelentse, hanem tartozzon hozzá egy gondolat, tartozzon hozzá egy vízió, tartozzon hozzá egy valamiféle erkölcsi integritás, és az ahhoz tartozó ügy, és az ahhoz tartozó szellem. Ez egy hatalmas dolog, és nagyon kevesen hajlandóak arra, hogy ebben a helyzetben, amiben a J.K. Rowling van, ne bankoljanak. Ilyenkor mindenki bankol, és mindenki azt fogja tanácsolni, hogy bankolj, hát most ütötted meg a főnyereményt, hát tiéd a bank. De ha most én egy nagyon cinikus, nagyon kiégett, nagyon rossz hiszemű ember lennék, akkor azt is mondhatnám, hogy ő megírta 10x évvel ezelőtt a Harry Potter sorozatot, amivel világhírű lett, és mindenki azt mondta, hogy na, és még valami, és nem tud semmit felmutatni azóta, de tényleg szó szerint semmit. És feltűnési vízketegsége van, és azt mondja, hogy most én újra bekerülök a reflektorfénybe, rohadt transzok. És de bár csak... ez most csak tényleg csak trollkodásból mondtam, de akár így is meg lehet közelíteni. Meg maradhatott volna ő máshogy is a reflektorfénybe. Elmehetett volna tehetségkutatókba zsűrizni, mint ezek a gazember szélhámos álértelmiségiek. Elmehetett volna... A Paula Abdulnak nagyon is szaladt a szekér, amikor az egyetlen száma után 27 évvel föltűnt a zsűriben. Csinálhatott volna, tudod, maga körül bulvárvillongást. Nem kellett volna neki beleszállnia ilyen módon a politikába, mert ő itt most akárhogy is politikai szerepet vállalt. És egy megosztó ügyet, tét nélkül, tudod, viháncolhatna mindenféle late night show-kban. És tudod, imádná a média, imádná a közönség, de ő vállalt egy kockázatot, vállalt egy áldozatot, és ennek megfelelően egy magasabb nívón realizálta a saját személyét. Gyakorlatilag a J.K. Rowlingnak már jegye volt arra az űrhajóra, ami kimenekít 3000 embert erről a földről. Ugye ő már a tutiba gazdagította magát, neki többé problémája maximum belülről származó lehetne. És mégis vállal egy másikat, leszáll arról az űrhajóról, visszamegy a karórájáért, mint a Bruce Willis a Ponyvaregényben, tudod, vagy beugrik egy napra a Claude helyett, mint a Berger a Hair című filmben, hogy ő neki már megvolt a jegye arra, hogy elégeti a behívóját, és tudod, a közelébe sem megy a Vietnámba tartó járatnak, de tudod mit, haver, tölts egy estét a csajoddal. És erre mondom azt, hogy ő nem csak pénzben, hanem a renoméban is gazdag, és nagyvonalú a renoméját illetően, mert tudja, hogy azt nem viheti magával a túlvilágra, és hogyha itt szétszórja, akkor az itt is marad. Ha vele hal meg, akkor senki sem lesz. Igen, egy magasabb nívón realizált halhatatlanságra vágyik, mint amit már elért. A fikciós párosítások, legyenek azok filmekben, mesékben vagy más történetekben, rendkívül fontos szerepet játszanak a narratíva építésében és az érzelmi kötődés kialakításában a nézők vagy olvasók felé. Ezek a párosítások lehetőséget kínálnak arra, hogy különböző karakterek egymással való kölcsönhatásán keresztül fejlődjenek, és hogy a történet különböző szálai egymásba fonódjanak. A fikciós párosok gyakran különböző tulajdonságokkal és készségekkel rendelkeznek, ami lehetővé teszi számukra, hogy egymást kiegészítsenek, egészítsék és erősítsék. Emellett a fikciós párosok között gyakran kialakul egyfajta dinamika vagy kémia, amely hozzájárul a történet szórakoztató vagy érdekfeszítő voltához. Ez lehet humoros párbeszédekben, izgalmas kalandokban való részvételben, vagy éppen komolyabb érzelmi mélységek felfedezésében. Például a Hacsek és Sajó páros egy humoros kalandos történetekkel teli duót alkot, akik gyakran egymás ellenpólusai, míg Asterix és Obelix az ókori Galliába játszódó kalandok során a bátorság és az erő párosát képviselik. A Sherlock és Watson páros klasszikus példa az oknyomozó és segédje dinamikus kapcsolatára, ahol az egyikük zseniális detektív, míg a másik a hűséges társa. Batman és Robin pedig az igazság és a tett szolgálatában állnak, egyedülálló mentor-tanítvány viszonyuk révén. Kerestünk néhány ilyen fikciós párost, amikhez esetleg a hallgatóinknak is közelebbi, vagy akikhez mint személyek, amikhez mint párosok, hallgatóinknak is közelebbi viszonya lehet, hogy ellenőrizzük már ezeket az állításokat, hogy miért is vannak ők párban, tényleg képeznek-e egy kontrasztot, vagy akár eszünkbe jut ennek a kis beszélgetős utazásnak a során olyan páros, akik pont nem kontrasztot képeznek, hanem szinte fedik egymást, mégis ketten vannak, és talán jöjjünk rá, hogy akkor annak mi értelme van. Szerintem ebből van kevesebb, mert valószínűleg az embereknek arra van igénye, mert ezek ilyen popkulturális ikonok jelenségek, tehát itt nem a való élet hozta őket létre, hanem forgatókönyvírók, meg sztárgyárak, vagy akármik, és nekünk valószínűleg arra van igényünk, hogy ilyen teljesebb, tehát amit egy személyiség nem tud lefedni, egy teljes spektrumot, amit szeretnénk befogadni, az kettő már valószínűleg meg tudja oldani. Ritkán van ilyen egyébként, ugye a Robinak a monológiában szokott lenni, ahogy a görög istenekből szentek lesznek, és azokból sztárok, és azokból celebek, meg senkik, meg de lényegében hordoznak egy bizonyos nagy szerepet, amit az ember játszhat életében. És mindannyian hordozunk többféle szerepet, mindenféle kontextusból, vagy abból fakadóan, hogy épp a munkahelyünkön vagyunk, vagy éppen felelünk valamiből, vagy épp feleltetünk, hogy otthon vagyunk, vagy szeretjük azt az embert, akivel épp szerepet játszunk, vagy pedig az ellenségünk. És akkor ez szerint tényleg lehet az erő, meg a bátorság, meg a tudálékosság, meg a tudatlanság, lehet játszani a hülyét, ugye a hülye okoskodhat, az okos hülyéskedhet. Ez szerint mindig egy-egy archetípusba ülünk bele, persze nem 100%-osan, és nyilván a popkultúrában meg ritka az olyan alkotás, amelyben egy monolit tisztaságú archetípust akarnának bemutatni, akinek egy tulajdonsága van, de ő azonos azzal a tulajdonsággal tökéletesen. És amikor ugye föladtuk a több Isten hitet, és a szentekhez rendeltél különböző tulajdonságokat és legendás tetteket. Tehát valamennyire megőriztük a több Isten hitet. Tehát egyébként nem adtuk, hiszen nem adhatod fel az emberi ösztönös viselkedés elemzését, és a jó és a rossz tengelyén való hajózásának a megfigyelését az életedben, ezért valahol elteszed. Na de, mi egyszer adtuk föl, aki tudja hány Isten hitet. Tehát, hogy utolsó állapotában is biztos legalább 12-en voltak, hanem is 200-an. És aztán hirtelen egy lett belőlük. És ezekben az ilyen párosokban viszont pont ketten vannak, és ezeket az archetipikus szerepeket nagyon sokszor pont ketté fésülik, mint a fodrász, hogy akkor például az Ikrek című filmben ugye a Schwarzenegger és a Danny DeVito által játszott két karakter. A Schwarzenegger az erős, okos, egészséges, magas, sikeres, tanult, távol és nyugalomban élő, jó lelkületű, jó szándékú, másokról rosszat nem feltételező, akár naív, ártalmatlan. Mindenképpen ártalmatlan, míg a Danny DeVito a sunyi, alacsony, kopaszodó, ügyeskedő, valószínűleg a forgóajtón elsőnek jön ki, akárhányadiknak ment be, nem állítom, hogy magyar, hazudik, tanulatlan, nem tanul a saját hibáiból sem, tehát mindent hordoz, amit a másik nem. Nyilván ez szélsőséges, de ezt akár az Asterix és az Obelix esetén el lehet mondani, hogy ők nagyon kis metszettel rendelkeznek a tulajdonságaikban, míg mondjuk egy ilyen Batman-Robin páros azt hiszem, hogy nem annyira különbözik egymástól, hogy igen, ketten adnak egy egészet. Igen, de a Batman Robinnál meg egy, tehát hogy igazából itt sokféleképpen jönnek létre a párosok, az egyik egy ilyen alá-fölé rendelt viszony, mint a Batman Robin, tehát ahol van a mester és tanítvány, ahol a tanítványból sose lesz mester. Tehát Robin sose lép elő Batman utódjává, és Batman sose vonul vissza. Igen, de persze még lehet ilyen, tehát ezek az univerzumok fejlődnek, és előfordulhat majd egy ilyen leágazás. Hát vagy elzüllenek. Most ez mindegy, hogy fejlődik, vagy elzülik, de hogy magyarul kontinuum van benne. De van az, amikor barátok, tehát mondjuk a, mit tudom én, a Han Solo meg Luke Skywalker, vagy a, ők is különbözőek, vagy a Starsky és Hutch, ezek is mindig különbözőek, egy csomó mindenben hasonlóak, mondjuk bátrak, és mindenbe beleállnak, és végigcsinálják, de mondjuk teljesen más motivációik vannak, vagy teljesen más, hogy gondolkodnak az életről, meg erkölcsről. Vagy ott van Terence Hill és Bud Spencer, ők is nagyon mások, de mégis nagyon hasonlóak a szerepeikben. És akkor ugye van az aláfölé rendelt, van a baráti viszony, ez a harcostársi viszony, meg van az ellenség, akik úgy vannak együtt, hogy ők mint egymás ellenpólusai. Mondjuk a Batman és Joker, akinél meg azt érzed, hogy ők meg a világ két pólusát testesítik meg. És érdekes még az, amit mondtál, hogy van az a páros, ahol van a hülye, aki okoskodik, és az okos, aki hülyéskedik, de van mondjuk a Sherlock Holmes és Dr. Watson, ahol Watson nem egy hülye, hanem ő az, aki az... Watson kimagasló szellem, az ő relációjában zseni a Holmes. Igen, a Watsonra azért van szükség, hogy érezd, hogy a Sherlock mekkora zseni. Meg el sem bírna viselni maga mellett a Holmes egy középszerű figurát. A Watson a legjobb, amit talált maga mellé. A Watson egy kimagaslóan jó képességű figura, és ő mellette látod az óriást. Tehát, hogy így tudod őt valahova helyezni. Nem csak ezért van ott, hogy nem csak ebben állnak kontrasztban, hanem valamiben, ami nem szellemi. Abban, hogy a Watson nagyjából egészséges, bár szerintem egy első világháborús sérült, meg vannak különböző, hogy mondjam, testi problémái, de nem olyan szinten lelkiek, mint a Sherlock Holmesnak, aki viszont hát nem tudom, hogy micsoda, de minimum narcisztikus, és lehet, hogy skizofrén. Tehát, hogy a Sherlock Holmes nagyon szenved attól, hogy a lelkében nem teljes. Az is lehet, hogy aspergeres. Az a minimum. Meg az is lehet, hogy néha már teát is fogyaszt, vagy valami opium származik. Tehát lehet, hogy az se tesz jót feltétlenül. Lehet, hogy előbbiek részben ide beszélgetők vissza. Valaki beletett valamit a drogomba. Ugye? Csak erre na, és akkor meg is érkeztünk szerintem a félelem és reszketés nagyszerű párosához, Dr. Gonzóhoz és Raoul Gyukhoz, akik megint nagyon-nagyon különbözőek, teljesen más utakon, de végül mindig valahogy ugyanott kötnek ki, a teljes ön megsemmisítésben. És különös módon, amikor az egyikük hanyathomlok kész van, a másikuk mindig funkcionál azon a színvonalon, hogy kezelni tudja a helyzetet. Mind a kettő nagyon kész van, de az egyikük mindig elmerül a tudattalamban, és ilyenkor a másik a tudatosságnak törködik. A kritikus szintje fölött törködik. De és ez nem erőre eldöntik, hogy dinamika. Ez lesz jó, hanem szerencsére így. Szerves dinamika kettőjük között. Én úgy gondolom, hogy ők egyetlen személynek a két aspektusa, és ezért működik így ez a dinamika. Hát te is ismered magad, és tudod, hogy amikor az egyik részed elajjasul az ösztönén, akkor a másik a felettesén az őrködik, hogy a nagyon nagy baj ne történjen. Most az ösztönént kiengedtük, most az ösztönén tombolhat, most megadjuk neki, amit követelt, de azért a felettesén őrködik, hogy nagyon nagy baj ne történjen, vér ne folyjon, ember ne halljon meg, mert annak a következményét mindketten megisszuk. Igen, azt nem szeretnénk. Na most vannak még azok a párosok... Várjál ide, akkor hadd szúrjam még, itt nem arról van szó, hogy mit tudom én, ha Dr. Gonzó szét van csúszva 100%-ra, akkor Raoul Gyuk 0, hanem akkor ő 94. Igen, tehát, hogy nagyjából, és ez... Éppen csak egy lépéssel jár mögötte a másik. Igen, mint az orosz tanár, amikor előtte ez a világot jelenti, ez az egy lépés. Igen, mind a ketten a szakadék felé, vagy a szakadékban zuhannak, csak az egyikük legalább puhára esik, szerintem körülbelül ennyire van szó. Viszont ők olyanok, akik esetleg fedik egymást. Tehát ugye mondtad, hogy lehet baráti, lehet ellenséges viszony egy-egy fikciós páros, lehet egy aláfölé rendeltség. Ugye lehet ez, amikor a fodrász középen ketté fésülte a hajadat, és egy duális rendszerbe szervezte az istenségek archetipizált szerepeinek egyik felét, és a másikba a másikat. És ez az az eset, amikor úgy fedik egymást, mint mondjuk egy napfogyatkozásnál. Az, hogy egy picit kilóg az egyik korong a másik alól, de annyi a közös, hogy igen, tulajdonképpen felmerül a kérdés, hogy ez kell-e, hogy két ember legyen. Sok olyan van, amikor annyira egyformák, és emiatt, és ott azt a receptet érzem, mint ahogy fiúzenekarokat raksz össze, hogy igazából az a koncepció, hogy többen meghallgassák. Tehát, hogyha csak ilyen lenne, ez egy tökéletes karakter, de ha csak ez lenne, akkor csak a fogyasztók egy bizonyos része lelkesedne, tehát kell egy szőke, meg egy fekete, és akkor már tudod, akkor több, még plusz valaki beesik megnézni. Biztos vagyok benne, hogy manapság is castingolnak ilyen fiúzenekarokat ennyire tudatosan, nem pedig teljesen organikusan, bár a YouTube bekövetkezte óta azért elég sokszor a produceri szándékot és a kényszerkozsóskodást, az beelőzi az organikusan létrejött ilyen konstelláció. Minden esetre a helyett, ami a 90-es évek elejétől a Take That-tel, meg mindenféle NSYNC-ekkel a producer asztalán történt, mint casting, az most már a valóságsókban történik. Tehát vagy a zsűrik, vagy pedig a valóságsó szereplők kerülnek úgy összeállításra, hogy ez a 12 ember fogja megcsinálni a következő 3,5 hónapban azt a történetet, ami mindig ugyanaz a történet. Én láttam a 700-as klubban keresztény fiúzenekart, képzeld el. De nekem ez kultúrsok volt, én ezt nem tudtam elképzelni. Keresztény fiúzenekart, és úgy táncoltak, mint a Manhattan, vagy a nem tudom, akár az NSYNC, akár a Backstreet Boys, és Jézusról volt szó minden sorban, meg arról, hogy régen az életem milyen borzasztó volt, és tudod, ott is volt egy szőke, ott is volt egy barna, ott is volt egy ilyen lányos arcú, ott is volt egy ilyen macsóbb, borostásabb. Tudod, úgy lettek összeválogatva, nyilván Jézus válogatta így össze őket, hogy ők egy megfelelő tímet alkotva, csak és pont úgy, ahogy ezek a fiúzenekarok a szerelemről énekelnek, és arról, hogy nem láttam már egy hete, és megőrülök érte, úgy énekelnek ők Jézusról, és ugyanolyan szerelmi vallomás, nagyjából ugyanazok a toposzok építik fel, csak hát Jézusra fut ki a szerelem. De ez nem... De ez döbbenetes, ez a formátum, hogy ez egy mélységesen hazug műfaj, amit egy producer rak össze ezekből a helyes srácokból, és hogy ezekből a helyes srácokból Jézus Krisztus marketing csapatát állítják össze, hogy tényleg mindegyik megtért, és tényleg mindegyik a szíve igazságát vallja meg a Jézus Krisztus iránti elfogadottságában, amikor jól látjuk, hogy az egyik pont olyan szőke, mindegyik pont olyan helyes. Érted? Úgy vannak összeválogatva. Mindegyik Jézus Krisztus iránt van elragadtatva. Tényleg? Mi ezt nem tudjuk, de reméljük. Igen. Hát ezt mit tudsz csinálni? Van egy termék, és igyekszel azt valahogy kezelni. Dávid átvette a helyemet a jóindulatú reménykedés terén. Én a Hit Plus 1 formációra gondolok itt, amit Eric Cartman alapít a fekete fiúval, aki Cartman-től tudja meg, hogy tud basszusgitározni pusztán a bőrszíne miatt. és talán a Butters-el, aki ugye úgy pisil az iskolai vécében, hogy nem csak letolja bokáig a nadrágát a piszoár előtt, hanem a pólóját is fölhúzza, és áll, mint egy szerencsétlen. És azt mondja, hogy csinál, hogy a világslágerekben a baby szavakat csak Jesusra cserélik, és így remélik, hogy sikerül keresni $10,000. De úgy tűnik, hogy a Trey Parker meg a Matt Stone is látta az 700-as klubot. Őket is megtermékenyítette. Az amerikai kultúra az mindent kitermelt. Ami emberi ésszel elképzelhető, az ott van, az a termék, az létezik. Én vissza akartam kanyarodni az ellenségpárokhoz, egy kicsit nekem a Tom és Jerry, ugye, mint ilyen, ami már annyira elvonatkoztatott, hogy már nem is antropomorf, hanem ott már állatokkal. De van egy csomó olyan Tom és Jerry, ahol barátok. A legjobb Tom és Jerryben természetesen ellenségek, persze, mint a macska és az egér, de aztán legyártották a barátkozós részeket, és sokkal rosszabbak. Persze. Ennek is van egy komplett évad, Vagy lehet, hogy Németországban sugározták így, ahol a Tom és Jerry epizódok köré készített ilyen kvázi kantár, vagy ilyen intro animáció az, hogy ők ki vannak békülve, de és egymást megajándékozzák születésnapjukra. Csodálkozunk, és hogy Németországban történt ez? Na igen, ez valóban érdekes, mert ugye Tom és Jerry szimbolizálja Amerikát és a náci Németországot több elmélet és beszámoló szerint, és ebben talán a németeknél vetített, ami nálunk annyi volt, hogy Tom és Jerry show, ha emlékszel erre, az náluk egy olyan animáció volt, hogy a Tom ajándékba megkapja a Jerrynek a könyvét, mert megjelent könyvben az életük. Ugye a Jerry az egy híres író lett, vagy nem tudom. De ez egy félperces animáció. Kicsomagolja a könyvet, és boldogan elkezd olvasni egy fejezetet, ekkor lejön a konkrét Tom és Jerry epizód, mintha az lenne a fejezet, és a vége mindig az a Tom és Jerry show-nak, hogy dühöngve kitépi azokat a lapokat, és az egérhez hozzávágja a tortát. Tehát ez egy mindegyikben rosszul jár. Megjárja. Igen, de van olyan epizód, amikor a Tom és Jerryben az az érdekes, hogy amikor mi gyerekek voltunk, akkor itthon a rajzfilmek azok nagyjából ilyen nagyon-nagyon békés dolgok voltak, tehát ilyen moha és páfrány, cirbolya és borbolya, meg mit tudom én, runcájsz, tudjátok, ilyen mazsola és tádé, a franc tudja, tehát igen, csupa... Lolka és bolka. Igen, csupa-csupa barátságos dolog. Igen. És a Tom és Jerry, az a nettó erőszak. Tehát a Tom és Jerry, ami mindig arról szól, hogy kijön az egér a lyukból, és vagy elkezdi trollkodni a macskát, vagy még ez se kell, már ütik, vágják, tehát és akkor egymás felszeretel. Nagyon sokszor az egér a felelős, és itt most Zelenszkire és Putyinra utalhatunk is, hogy nem mindig a macska a hibás. Igen, de a lényeg, hogy nettó erőszak. Tehát a Tom és Jerry az 100%-ban arról szól, hogy az ellenfeledet, az ellenségedet, azt a másikat, azt el kell pusztítani, azt meg kell semmisíteni. Néha még bejön a kutya is a képbe, és tényleg olyan mértékű gyilkolás megy folyamatosan, ami elképzelhetetlen, és nagyon népszerű, és mindenki imádta ezt. De viszonylag kölcsönös, hogy soha nem hal bele egyikük sem, míg a kengyelfutó gyaloggalopban már a farkas oldalára állt. Galoppot mondtam? Igen. Mindegy, jó az úgy. Ott ugye valahogy annyira felülkerekedik az intellektusa a madárnak a farkas vagy prérikutya gonoszságán, hogy nem megáll a dolog, míg a Tom és Jerryben nagyon sokszor kap az egér, igen, de végül a macska. Igen. De amúgy az, hogy hányszor hettek volna kórházba, az szinte 50-50. Jó, persze, darabolják egymást. És erre a Szovjetunió, erre a nagyon sikeres receptre megadta maga válaszát a Nupagadyi a Nomegáj csak formájában. És ugye bravúros és nagyon magas színvonalú, világszínvonalú. Tehát azt lehet mondani, hogy a Nupagadyi az hozta azt a színvonalat, ha túl nem szárnyalta azt a színvonalat, amivel a Tom és Jerry fölállította a lécet. Az oroszok minden téren versengtek a nyugattal, legyártották például a saját Concordjukat, és az is tudta a hangsebességet, pont úgy, ahogyan a Concorde tudta. Azt hiszem, hogy az utolsó 244-es az úgy semmisült meg, hogy ráomlott a hangár, amiben tartották. Azért az is egy olyan orosz vége lett. A volgográdi, egykori sztálingrádi emlékmű az valami 1 centivel magasabb, mint a szabadságszobor. Tehát ők folyton versengtek, és amikor látták a Tom és Jerryt, akkor azt mondták, hogy ilyet mi is tudunk, ezen a téren is lepipáljuk a nyugatot, és legyártottak talán egy fokkal még jobb, még színvonalasabb Tom és Jerry élmény. Azért mondod ezt, mert a kelet-európai elnyomásban éltél, és neked az közelebb volt ehhez a posványhoz. De tényleg jó volt! Nem ütötte, emlékszem arra, hogy egy ilyen akárhány milliméteres vetítővel nyaranként az egyik szomszéd egy lepedőre nekünk hülye gyerekeknek vetített Nupagágyit, mert voltak ilyen tekercsei. Miközben egyébként ott volt a videó, akármilyen videó is, azt tudod, de hogy apámék Németországból valahogy újítottak egy VHS videót, viszonylag korán a 80-as évek közepén. És ez a két dolog megfért egymás mellett, hiszen a vetítő lehet, hogy régi, de nekünk nincs, és projektor, és nagy, és olyan, mintha a mozi házhoz jönne, amit utána az HBO állított magáról 1990-ben, vagy 91-ben. És egymás mellé helyeztem, és nem volt benne az, hogy ez ócska a Tom és Jerryhez képest, hanem ugyanazzal a lelkesedéssel néztem, és hallgattam, mert a zenéjétől egyszerűen oda voltam, hogy mennyire jó. Idén halt meg az a Deák Tamás, aki a zeneszerzője a a Magyar Rádió tánczenekara és a harmonia vokál előadása a Nupagágyinak a zenéje. Na, tehát akkor te, Dávid, te azt... fogót is az az ember hangszerelte. Egyébként a Tom és Jerrynek is nagyon jó zenéi voltak, tehát azt is meg... Ja, abszolút. Klasszikus zenék össze... Na most az a kérdés, Dávid, akkor te azt állítod, hogy a Nupagágyi nem volt annyira jó, mint a Tom és Jerry. Nem azt mondom, hanem hogy abból kilóg az, hogy ott van az a szerencsétlen farkas a foltozott nadrágjában. Osztályellenség. Ilyen igazi dohányzó lumpenproli, pontosan. Tehát az a közveszélyes munkakerülő. De osztályellenség. A lumpenproli osztályellenség. Egy mocskos munkakerülő, ilyen gazember reakciós izé, és ott van mellette a rendes bolsevik nyúl. Na mindegy, tök jó volt, csak azért volt lumpen. A proli az nem szitok szó abban a kontextusban. Nem, a lumpen nem. A probléma. Lumpen, persze. Nem, világos, a lumpen a probléma. Ez is csak azt jelenti, hogy munka előtt vagy helyett iszik. Nem munka közben. Utána az nem volna probléma közben. Szerintem. És nézd meg, hogy a Tom és Jerry az domestikált, tehát egy macska meg egy egér, az egy házban játszódik, mégiscsak egy ilyen békés közegben. A farkas és a nyúl az meg a vadon. Tehát az a kőkemény Szibéria. Ott nincs vicc. Tehát a farkas az úgy fog megzabálni téged, hogy belepusztulsz. Igen. Nem tudom, hogy egyet értsek el, hogy kőkemény Szibéria. Hát egy városi közegben. Túloznom kellett. De minden esetben egy akárhogy is, az amerikaiak háziállatokat uszítottak egymásra, a ruszkik meg vadállatokat. Jó, ezt értem. Fikciós párosokról beszélgetünk, és azokból tanulságokat igyekszünk levonni. Már azonosítottuk, hogy vannak baráti párok, ellenségpárok, alá-fölé rendelt párok, a archetipikus kettéfésülésben a tulajdonságok felét hordozó egyik és felét hordozó másik. Sőt, vannak olyanok is, akik fedik egymást, mint Raoul Duke és Dr. Gonzo, hogy legalább 95%-ban ugyanazon a sorban vannak. Fedik és fedezik egymást. Csak időeltolásban. Ott az van, hogy él az ember a gyanúperrel, hogy valójában egy személyről van szó, csak az író ketté választotta. És ez az egy személy maga Hunter S. Thompson. Igen, igen. Na és itt merül fel szerintem a Tyler Durden és a narrátor szerepe a Harcosok klubja című filmből, ahol megint csak van egyfajta olyan dolog, hogy fedi egymást a páros, csak itt nem a személyiség fedi egymást, az pont, hogy nem, hanem a személy. Igen, tehát ott viszont a Harcosok klubjában ott ki is van mondva, hogy nehogy félreértés legyen. Na, a Harcosok klubjában ez egy ember. A Tyler Durden az ösztönén, a narrátor pedig az én. A felettesének a szerepe pedig nincs kiosztva. A narrátornak van neve, nem tudjuk a nevét? Nem, nincs neve. Ő a narrátor, nincs neve. Az ő nevét nem tudjuk meg, pont ez a lényeg. Te vagy. Bármelyikünk. Tudod, ő a ecce homo, jó, nem az a Jézus Krisztus, de hogy minden esetre ő az akárki. Ő az, aki, tudod... Ő John Doe. Nem teljesen. De mert amikor arról számol be, hogy ahogyan az életét éli az IKEA-val telerakott izé. Az gyakorlatilag arról szól, hogy te átlagember, igen, ilyen vagy. Ő a kisember, igen. És aztán azt mondja, hogy jó, de ebben meghasadok. Ő a kisember, aki elvesztette az amerikai álmot. Aki az amerikai álmot tűzte ki maga elé, összegyűjtötte az összes kellékét, valamennyi kellékét az IKEA katalógusból, és mire mind összegyűlt, elveszett ő, aki összegyűjtötte. Azt nem éreztetek egy hasonlóságot abban a korban a Trainspotting nyitó jelenete, tudod, ez a Choose Life monológ, meg az IKEA-s Harcosok klubja monológ között, hogy mennyire hasonló, és hogy ezeknél mind a kettőnél többre tartom az utolsó órának a monológiát az Edward Nortontól. Úristen, de csodálatos az a film. Ami nem a film elején téged igyekszik megvenni, hanem saját magát adja el, idézőjelbe, vagy teszi tönkre, amikor belátásra jut, hogy minden gyűlölet, amit másfelé érez, az a saját esendősége, és meg a saját aljassága. És milyen csodálatos az Alföldi Robert hangján az a monológ, meg az egész film az Alföldi Robert hangján, aki csapnivaló rendező, csapnivaló festőművész, csapnivaló véleményember, csapnivaló tévés műsorvezető, viszont egészen kiváló színész, és hogyha ezt csinálja, akkor a világon semmi baj nincs vele, sőt, akkor gazdagítja a magyar kultúrát, és ezért is érdemes megnézni a szinkronizált változatát az utolsó éjjelnek az Alföldi Róberttel, mert esküszöm hozzátesz. Ki volt az, akit Nagyferó szinkronizált? Az a sutyó. Ford Fairlane. Igen. Az a világon mindenhol megbukott az a film. Magyarországon a Nagyferó kultfilmét tette. Igen. Azért csodálatos, mert annyira, de egyébként rosszul szinkronizálja, és mégis fantasztikus lesz. Mert a Nagyferót nézed, mert a Nagyferó miatt jó. Érzed azt az igazi ősproliságot. Igen. Hitelesabban a szerepben. Azt nem érzitek ezt a lehetőséget, hogyha ki akartok magatokkal szúrni, akkor önspoilerezőek lehettek, ugyanis felmész egy még nem látott filmnek az IMDb oldalára, és az egyik főszereplőnek nincs neve, hanem az van odaírva, hogy narrátor, vagy tudod, az van odaírva, hogy egy ilyen kacsintás, vagy az van odaírva, hogy mit tudom én, Brad Pitt, és ott van mellette, hogy John per Susan, akkor előre tudod, hogy mi lesz a csapat. Hát egyébként nem tudod, mert abból még nem fogod tudni összerakni, igen. Nem. Tehát tudod, most ebből te tudod, hogy a filmről... A hetediknek az elején nem írják ki a Kevin Spacey-nek a nevét. Csak a végén. Pont ezt akartam kérdezni. Csak a végén. Az IMDb-n lebuktatod, de a stáblistával nem rontják el. Igen, mert hát ki tudott háromszögelni, hogy ő még nem volt. Igen. Ugye ez a kritikája Billy Crystalnek Danny DeVitoval szemben a Dobjuk ki anyut a vonatból című filmben, amiben Danny DeVito egy krimi író tanfolyamra iratkozik be, amit a Billy Crystal tart. És amikor beadja a fogalmazását, tudod, a házi feladatot az író tanfolyamon, és így a nyakában liheg az oktatónak, hogy na, milyen volt? Akkor mondja Billy Crystal, hogy hát nem az igazi. De mégis hogy érti, hogy nem az igazi? Hát ketten játszanak benne, akik közül az egyik a második oldalon meghal, nem okoz a sok fejtörést, hogy kitaláljam, ki lehet a gyilkos. Még egy nem annyira cizellált az ő rejtély létrehozó még nem az Agatha Christie színvonal. Jó, igen, de azért azt is túl lehet, nem akarok kritizálni, számtalan Agatha Christie-vel szórakoztattam magam, amikor 10 éves voltam, de valahogy én azt övön alulinak érzem, hogy egyszer csak a zseni nyomozó megérkezik a könyvtárszobában, és ott valami olyan dolog alapján oldja meg a rejtélyt, amely rejtélyt a könyv oldalain sok esetben nem hintették el, hogy akár te is megtalálhassd, és versenyhess a nyomozóval, vagy a könyv utolsó oldalával, ugye, hogy előbb jössz rá, vagy hányadik oldalon jössz rá. Mi így olvastuk az unokatesommal, hogy ha van tipped, akkor írd fel, hányadik oldalnál gondoltad, és ha mind a ketten elolvastuk, akkor utána megbeszéltük. Még mindig... És úgy érzem, hogy sportszerűtlen. De még mindig jobb, mint a Kalambó, ahol megérkezik a hadnagy, és már tudja, hogy ki a gyilkos, és már csak csesztetni kell az illetőt, rá kell szállni, és addig kell idegesíteni, amíg aztán lebuktatja magát. De hogy honnan tudja, hogy ki a gyilkos, erre még egyetlen Kalambó. Az operatőrtől. Hát nyilván látta az első 20 percet. De ez a különbség a mystery és a crime műfaj között, hogy tudod, hogy van ilyen, a crime bemutat egy bűntényt, a mystery az hoz egy rejtét. Igen, az Agatha Christie az a mystery, van a crime-nak és a mystery-nek egy metszete is, ahol tényleg van rejtély, és rá is kell jönni, de nagyon részletes a bűnügy, meg a nyomozás folyamatának beszámolásával szemben, és ami meg tisztán crime, az meg egyszerűen ismerteti, hogy mit történt, és te egy picit rendőrnek, vagy ügyésznek, vagy sorozatgyilkosnak érezheted magad a karosszékben. A Kalambó azért egy jó formátum, mert az már ilyen TikTok generációra, vagy TikTok civilizációra is alkalmazható, hogy bármikor, bármelyik pillanatában csöppensz bele a történetnek, látod, hogy ki a gyilkos azonnal, mert az az ember, aki mindig a legtöbbet segít Kalambónak, vagy akivel a legtöbbet tárgyal, tehát hogyha nagyjából fél percet nézel belőle, a film bármelyik részében tudod, hogy az a gyilkos. De hát a legelején megmutatják a gyilkosságot, tehát nem kell fél percet nézni a közepén, csak ha az elejét nem láttad. De ezt mondom, hogyha kapcsolgatsz, és odakapcsolsz, és látsz egy fél perces dialógust, akkor tudod, hogy igen, ő volt a gyilkos. Igen, de ez nem krimi. Hát ez a kriminek a megcsúfolása. Az, ami ott történik, az valójában egy szociális úszítás. Jó, a gazdagok ellen, akik a kastélyban laknak, nyilvánvalóan ők a gyilkosok, gyilkosok nyilvánvalóan a tökéletes gyilkosságot követték el, és nem is kell a nyomozás, csak a példázat, hogy na így bánik el a kisember ezekkel a gazembergazdagokkal, hiszen gyilkossá tette őket a hatalmas kapzsiságuk, amivel felhalmozták azt a kastélyt. Oké, visszakaparintanám a műsor folyamot a 85. Kalambó monológról oda, hogy párosok, és akkor hozzuk fel a Kalambó feleségét viszont, hogy ez egy olyan páros, ahol az egyik tag létezik, a másik pedig soha nem látható. Hogy ezt a párost is itt ismerjük, ahol van egy karakter, nem biztos, hogy páros, de van az a karakter, aki majd jön. Meg aki befolyásolja valahogy mégis ezt az univerzumot, de leginkább csak a maga rejtélyével, amit viszont soha nem fednek fel, apró cseppeket csepegtetnek a feleségéről, tehát igazából nem tudunk semmit soha róla. Ő a nagy-nagy homály, amit meg lehet tölteni a projekcióinkban. Bemondásra van, és igazából így le is cserélhetik a színésznőt, aki nem játsza, hiszen úgyse vennénk észre, mert nem láttuk, mert még a stáblistára se kerül. Ilyen szempontból rejtélyesebb, mint Óz. Hiszen Óz legalább előkerül a történetnek a legvégén, és felfedik, hogy hát ő nem az, aki. A jó zsaru, rossz zsaru párosítás is egy általános párosítás. Általában a jó és a rossz felosztás is egy... Szerintem ott kezdődik minden, tehát ugye valami drámaszerű, vagy valami legendásat akar bemutatni, nem is főleg, ha nem megtörtént, hanem egy fikciós történet. A fikcióban lehetőséged van sokkal jobban szétválasztani a jót és a rosszat, önkényesen és hazug módon, mert nem igaz, hogy a jó az nem bűn, nem követett el bűn, de legalább talán tud róla, míg a rossz az nem igaz, hogy ne tett volna valamit, ami önzetlen valaha is, de nem biztos, hogy tudta van arról, hogy mennyi szenvedést okoz az ő károkozása, de az is lehet, hogy csak a mi szemszögünkből bemutat valakit, akivel közelebben érezzük magunkat, és akkor ő lesz a jó, holott ez nem ilyen egyértelmű, és a másik pedig nem lesz a jó. És van az a típusú film is, ami túlszul egy bennünket, és addig mutogat valakit, amíg meg nem barátkozol velem, és végül kiderül, hogy ő a rossz. Most eszembe jutott erről a 7., ahol meg ugye az van, hogy van a jó és a rossz, de igazából a jó is rossz, mert éppen a rossz mutatja meg neki, hogy ő rossz. De a Somerset az nem rossz. A Mills az rossz. A Mills az rossz, a Somerset nem rossz. A Somerset jó, a Somerset az az kimaradt belőle, mert nem ő lett a céltáblája annak a bűnnek. De azért nem lett volna... de a Somersetnek nem, a Somerset a 7 főbűn közül egyiket sem sajátította el olyan színvonalon, hogy belőle bármelyiknek a példázata kitelne. Én azt gondolom, hogy lehetett volna. Tehát itt ebben az a tragédia, hogy ha célba vesz egy bűn, akkor eltalál. Tehát, hogy ez így rá lett szabva, rávarták azt a ruhát, hogy mindenképpen beleférjen, érted? És hogyha a Somerset lett volna a célpontban, akkor ő... Melyik bűn? Hát igen, melyiket mutatnád meg be rajta? Nem tudom, tök mindegy, hát itt is az van, hogy... Na jó, a Millsre úgy rápasszolt a harag, mint egy ruha, amit rászaptak. Jól látjuk, hogy John Doe-ra úgy rápasszolt az irigység, mint egy ruha, amit rászaptak. Hát azt tudta is, igen. Igen. Itt azért nagyon archetipikusak voltak az áldozatok, az idézőjelben véve áldozatok. A Somerset az a kapaszkodó egy reménytelen világban, a Somerset egy olyasfajta emberi minőséget hoz, amiben bízni lehet, vagy amiben reménykedni lehet, és ami valóban érvényében kihívja a John Doe-féle sötét, ószövetségi és egyben apokaliptikus bosszú, de közben én azt éreztem, hogy a film nem tudta kihívni, tehát megjelenítette kvázi ilyen elhaló, pislákoló gyertyafény formájában azt, hogy de lehetne jó is, de azt mutatta be, hogy összességében az egész világ el van úgy, ahogy van cseszve. Tehát, hogy most ő egy személyben nem tudta ezt ellensúlyozni. Én nem éreztem, szerintem a 7. az teljesen apokaliptikus, azt megnézed, és tényleg elmegy a kedved. Csodálatos, hatalmas film. Az, abszolút, de hogy ott nincs az, hogy úgy jössz ki, hogy hú, azért él még a jóság a világban, jaj, de jó. De a Somerset ad nekünk reményt. Tudni, az utolsó szava a filmnek úgy hangzik, hogy a közelben leszek, mondja a Somerset. És ez egy remény. Ez azt jelenti, hogy még itt van a közelben az az ember, akibe belekapaszkodhatunk, aki megment minket a kárhozattól, aki miatt érdemes lesz elkezdeni a holnapot. Aki miatt nem. Egy nap kiderülhet, hogy nincs igaz a John Doe-nak. Nem véletlen, hogy nem osztott rá egy bűnt hogy nem lett belőle is áldozat, nem? Hogy egy picit kívülálló, és a kívülálló, és nincs mit prezentálni rajta, akkor ő a tanító, vagy ő a feletted álló is lehet. Mi a véleményetekben? Nincs nekem ilyen élénk emlékem, de a Szemtől szemben című filmben ugye sikerül leültetni, látszólag legalábbis egymással szembe az Al Pacinót és a De Nirót. Akik korábban már játszottak közös filmben, de nem volt közös jelenetük, ugye a Keresztnap a második részében. És sem biztos, hogy egyszerre ülnek ott, bár tudod, vagy voltak ilyen... És a Szemtől szemben itt is összesen két közös jelenetük van, az egy a filmnek a derekán, és az egy a leszámolás a végén. Tehát összesen két közös jelenet. Ülnek egy ilyen étkezdőben egymással szemben, meg a film végén. Igen, a Keresztapában megoldották, hogy legyen egy olyan 35 év a két. Na, ők például szerintem olyanok, hogy kicsit hasonló karakterek, színészileg, tehát nem az, amiket szerepeket rájuk osztottak, de valahol egy kicsit a két figura hasonló, és talán ezért nem valók egy filmvászonra, vagy voltak valók egy vászonra, mert valahol így egymás fényében már megítéled őket, hogy melyik a jobb. Tehát nem teszel két egyforma karaktert oda, mert nyilván akkor az Al Pacino a zsaru a jobb. És igazából ők mind a ketten akkor a sztárok voltak abban az időben, hogy mindenki azt akarta, hogy szerepeljenek már együtt, miközben valószínűleg nem egy jó formátum őket együtt használni. Mert nem olyanok, mint a Bud Spencer meg Terence Hill, hogy így valahogy egységet alakítanak, hanem éppen, hogy egymásnak feszülő a két figura szerintem. Te a Stallone-nak meg a Schwarzeneggernek van más filmje, mint ez a Feláldozhatók sorozat, amiben egyszerre szerepelnének? Mindjárt utána nézek, de hogy az se véletlen, hogy erre eddig kellett várni, és itt szerintem például a Szemtől szembenben az a két karakter az nagyon-nagyon hasonló, harcos, erőszakos, eltökélt, férfias, igazából csak abban különböznek, hogy az egyik a bűnözés, a másik a bűnüldözés oldalán áll, de még erre se lehetne rámondani, hogy az egyik az a rossz, a másik meg a jó. Igen. Szerintem ezt érezték, akik készítették, hogy őket nem lehet összefésülni, tehát így sem. Így el akarja választani, hogy a jó és a rossz, tudod, de nem. De a rendőrök között az Al Pacino által játszott karakter az egy szinte már bűnöző. A bűnözők között a De Niro által játszott karakter meg szinte már rendes ember. És ilyen módon nincsenek ők olyan távol egymástól. Azért nyilván az Al Pacino a jó ebben a képletben, de a De Niroval is könnyű azonosulni abban a filmben. Fú, de igyekszem megnézni, hogy valamiben még játszanak-e együtt. Ha már a Bud Spencer és Terence Hill. A Bosszú gyilkosa című filmben, nagyon gyenge film, később újra összerendezték őket. Nem ők, a Stallone Schwarzenegger. Ja. De majd mindjárt előurulkolok vele, addig is Bud Spencer, Terence Hill, vagy ők nem, ugye ez nem egy fikciós páros, de mondjuk a Charlie Firpo és a Johnny Firpo, vagy szinte bármelyik olyan filmjük, ami Miami és környékén játszódik, abban ugyanazt a két karaktert hozzák, és bármelyik olyan filmben, ami a Vadnyugaton játszódik, abban is ugyanazt a karaktert hozzák. Ahol a Bud Spencer a nyugodt, kiábrándult, elégedetlen, egyetütt, lassan mozog, keveset beszél, kicsit ilyen székely típusú, míg a Terence Hill az ügyeskedő, vállalkozó típusú extrovertált, ez is fontos, mert a Bud Spencer az abszolút introvertált. Nőcsábász, ugribugri, sunyi. És mind a ketten imádnak zabálni egyébként. Nem a Bosszúnak, hanem a Törvénygyilkosa, 2008-as film, amiben újra együtt alakít a De Niro meg az Al Pacino, de nem jön a minőségében a Szemtől szembe című filmhez, mert és nem is beszélve a Keresztapa 2-ről. Megjegyzem, már túl is voltak a csúcson, tehát ők azért addigra már kimentek a képből. A Bud Spencer Terence Hill formátuma annyira sikeres volt, hogy azt muszáj volt magyarítani is, tehát nem csak szinkronizálni őket, hanem megteremteni a magyar alteregóikat, nem? A kardos meg ötvös csöpi formájában. De nem teljesen. Igazából nem teljesen. Az ötvös csöpi, az stimmel a Bud Spencerre, de a kardos doktor egy másik pozícióban. Az ötvös csöpi, az így van, a Bud Spencernek a karakterét adja elő a Bújtor, és az úgy született, hogy a Bud Spencer meg a Bújtor találkoztak, és a Bud Spencer, mivel hogy már akkor a Bújtor nagyon régóta volt a szinkronhangja a Bud Spencernek, a Bud Spencer megkérdezte a Bújtortól, hogy miért nem csinálsz te is ilyen filmeket? Annyira egyszerű a recept. Kell egy szeretnivaló nagy melák, néhány pofon és semmi vér. Ez volt. És akkor elgondolkodott a Bújtor, hogy tényleg miért is ne, és akkor lett belőle ez, a Kardos doktor viszont nem a Terence Hill. A Kardos doktor egy ügyefogyott, szerethető, nagyon béna rendőr, aki helyett elvégzi a nyomozó munkát, meg megoldja az ügyeket, az ötvös csöpi, és aztán a Kardos doktor aratja le a babérokat, mert az ötvös csöpinek ez nem kell, ő már akkor már réges-régóta a Balatonon vitorlázik. Nagyon hasonló a képlet egyébként, mint a Lestrade felügyelő, meg a Sherlock Holmes esetében. A Lestrade egy nyomorult, ügyefogyott Sherlock Holmes, hát igen, ő egy ennek a Scotland Yardnak az egyik nyomozója. Gyakorlatilag ő az állam. Igen, az állami, igen, és akkor ezzel a magánszektor az meg a Sherlock Holmes, és a Sherlock Holmes mindig megoldja a Lestrade-nek az ügyeit, és nincs szüksége a dicsőségre, igen, hanem a Lestrade learathatja a babérokat, akkor már a Sherlock Holmes réges-régen be van morfiumozva. Igen, de a Sherlock azért elvárja a Lestrade-től, hogy ő viszont így felé, tehát hogy ez egy legyen tisztázva, hogy ő mennyivel a Lestrade tudja a Lestrade, és fejezze ki, igen, hogy mit köszönhet a Holmesnak. Egyetlen filmet találtam, ami nem dokumentumfilm, nem tévéshow, de együtt játszanak, ez a Supercella, Escape Plan, tudod, amik egy ilyen hajón lévő börtönből próbálnak megszökni együtt a Schwarzi meg a Stallone. Az összes többi, ahol esetleg együtt szerepelnek, ott szinkronhangként játszanak animációs. Hányban? 2013 vagy 2013. Messze túl a csúcson. Szóval van egy ilyen film. Ez már az, amikor csak pénzt kell még valahogy keresni, miközben már igazából arra sincsen szükséged. Most visszatérve a Bújtorhoz, hogy amikor azt mondja neki a Bud Spencer, hogy csináld ezt a formátumot, és a Bújtor leül és gondolkozik, hogy jó, akkor én értelemszerűen én leszek a nagy melák, aki majd nagyokat pofoz, és te most kit tennél mellé, aki abban az időben Magyarországon egy ismert jó színész volt, és alkalmas lett volna erre a Terence Hill karakterre. Vagy az egyik sztárkaszkadőrt, vagy a Koncz Gábort, aki nem vagyok oda, de szerintem ez a ügyes, bunyós, föl tud ugrani páros lábbal egy asztalra típus, talán azt hozza. Nem tudom, lehet. De nem dolgom castingolni, és ők sem. Pont erősek voltak az ötvös csöpi filmek attól, hogy nem lett lekopizva a Terence Hill olyan módon, ahogyan adta volna magát, hanem egy teljesen újfajta, tök más karakter lett behozva, ami nincs meg a Bud Spencer mellett. 2 percünk van még, úgyhogy lehet, hogy a következő adásban is jövünk még dolgokkal. Dobok egy könnyűt. 3PO és R2D2, fikciós páros. Ugye a Csillagok háborújának a vokális droidja, meg a csipogó droidja. Nyilvánvaló, hogy egy férfi-nő páros. A csávó az egyértelműen az R2D2, és a csaj az egyértelműen a 3PO. Hát az egyik a beszédes, az mindig aggódik, az mindig hiperventilál, mindig hisztizik, folyamatosan beszél az univerzum összes nyelvén, míg a másik az szótlan, és megoldja a problémákat. Igen, de ha már a 3PO-ra valamit mondanék, akkor inkább azt mondanám, hogy meleg, nem nő. Tehát, hogy, de komolyan, tehát hogy abszolút olyanok a gesztusai. Nincsenek szexuális preferenciái, hát ezért egyszerűen igen, csak nőies, és ilyen szempont, de lehet ezt mondani, igen, neki. Igen. De ki programozta bele az aggodalmat? Hát, teljesen fölösleges dolog. Nyilvánvaló, hogy Anakin, aki összerakta őt, és igen, ugye Anakinnak az anyja az egy rabszolga volt, akinek cukornádat kellett betakarítani. Hát értelemszerű, hogy nem traktort rak össze neki, hanem egy protokolldroidot, amelyik az univerzum 63 millió nyelvén beszél, és akkor az anyja azután, hogy betakarította kézzel a cukornádat, vagy a cukorrépát, mehet haza és beszélgethet a protokolldroiddal. Milyen hasznos ajándék. Valójában azt a droidot ő már magának rakta össze, tehát ott már Anakinnak az ambícióit lehet felfedezni ebben, hogy ő... Hát jó, csak érted, ő már akkor messzire tekintett. Tehát ő az univerzum szintjére. Hát igen, egyébként ez az érdekes. Igen, de amikor összerakja, egy kicsit megsajnálja az anyját, és inkább neki adja. Beszélgess vele. Jövő héten csinálok traktort is. A házi munkában minden esetre nem száll be. Egyébként érdekes párosok vannak még, ha már Star Wars univerzum, hogy van ugye a Han és Luke, ők is egy páros, de Han és Csubakka is egy páros. Tehát ő neki két párosa is van. Az egyik az ilyen kvázi fogadott testvér, a másik az meg a bajtárs, vagy a társpilóta, vagy navigátor. Ugye az egyik az egy munkatárs, a másik az egy hadi fajta bajtárs, tehát ez a brother, tudod, aki melletted áll a lövészárokban. Hát mert nem ugyanaz, a Csubakka, az a gangster múlt. Az feltétel nélkül a Han Solónak a társa, ügy nélkül is, a csibészségben is, hát igen, és az ügyben is. Igen. Míg a Luke Skywalker az csak egy ügyben a Han Solónak a társa, és a Han Solo az szerencsés, hogy és a sorsa odavetette valami nagyobb elé, mint a csempészet. Nem pusztán a sorsa, ő próbál kimaradni belőle, de a kulcs pillanatban azért mégiscsak a szívére hallgat. Ez hasonló figura, mint amit a Bruce Willis, a legjobb filmjeiben a Bruce Willis ez a valaki, aki hagyjanak ki engem ebből az egészből, én csak pénzt keresni jöttem, én csak egy csempész vagyok. De aztán a jobbik énje mégiscsak győz, és a kulcs pillanatban az ő visszatérése az, ami eldönti a csatát. Valójában ez az ő gyengesége, és ezt teszi nagyjá, és ő pontosan tudja, hogy neki van ez a gyengesége, hogy van az a pillanat, amikor majd nem tud máshogy dönteni, csak helyesen, és ezt nem akarja, mert tudja, hogy abból baja lesz.